A kurzus egyik nagyon fontos témája volt Pierre Attegnan 17. század közepén Párizsban megjelent Motetta kötet sorozata. A mai hangversenyen három darab is el fog ebből hangzani, és annak idején szokás volt, hogy orgona helyett esetleg furia konszorton játszottak. Most a játékosok Miklós Gabriella, Skrionya Réka, Sánta Zsófia és Hofbauer Virág eredeti reneszánszkori furiák másolatain játszanak, és a kotta, amit használnak, az is a korabeli Attegnan kiadásoknak a fénymásolata, menzurálkodtás szólamkönyvekből szólaltatják meg. Első darab ebből a kötetből Claudin Sermizi motettája, Clare Sanctorum.
1600 körül egy új műfaj jelent meg az egyház zenében, az egyházi koncertoknak a műfaja. Ezek kis szöveges darabok voltak, amelyek apró szentírási részleteket tettek klasszikussá a hallgatók számára. Az első ilyen nyomtatott kötet Lodovico Viadana Concerti Ecclesiastici című kötete. Ebből következik egy motetta, Enyedi Julianna és Barna Márton énekel, Péteri Dóra is. És ugyan nem a mostani kurzuson született, de annyira gyönyörű darab, hogy betettük a műsorba, Sánta Zsófia elektronikus kompozíciója, Séta az elhagyatott erdőben.
Ismét egy 16. századi motetta következik, Adrián Villard, Patermoster. Kis Anna, Bagi Flóra, Hadházi Gabriella és Kapusi Júlia fölújáznak. Thank you.
Johann Sebastian Bach Magnificatjából következik két sor, Et exaltavi és Quia fecit. Enyedi Juli Anna és Barna Márton énekel, Péteri Dóra játszik orgonán. Thank you.
Agnes Dorvart Kolibriát Bagiflóra játszotta. Egy utolsó előtti műsorszámként ismét egy motetta következik Attenyán 1534-es gyűjteményéből, ismeretlen szerző műve Miserémini Mei, Miklós Gabriella, Skrionya Réka, Santa Zsófia és Hofbauer virágfújás.
Mielőtt az utolsó műsorszámot bekonferálom, és akkor ebben itt ennek az idei nyári Hangzóváros Zeneakadémiának a külszegi jelenléte ezzel fog befejeződni, szeretnék az egész összes résztvevő tanárok és diákok nevében köszönetet mondani. Egyrészt a Muzika Eterna Alapítványnak, Kalmanovics Zoltán vezetésével, aki a lebonyolításban segített, a Nemzeti Kulturális Alapnak, aki támogatta. Itt Kőszegen a Városi Önkormányzatnak, a Luteránus és a Katolikus Egyháznak, akik nagyon sokban segítették a munkánkat, és az ISK-nek, akik, tehát maga az intézet és valamennyi kezdes munkatársa, akik oly nyitottan és készségesen viszonyultak hozzánk. És hát nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az egészen fantasztikus templomban kétszer is megszólalhattunk, ahol tényleg a falak, tárgyak, Kőszeg egész történelmét őrzik. Ez nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettünk. Azt kérem, hogy most az utolsó műsorszám után majd az énekesek és a tanárok is, akik a koncerten részt vettek, jöjjenek le, hogy láthassa őket a közönség, hogy kik énekeltek odafenn. Az utolsó műsorszám pedig a Furiások zeneszerzés kurzusán született közös kompozíció. Ezzel zárjuk. Thank you.